Hello, Márk! Jó napot kívánok! Szervusz, üdvözöllek, elnök úr! Köszönöm a meghívást mindenek előtt! Köszöntjünk itt a kis műhelyünkbe! Adok egy kötényt, ugye dolgozni fogunk, talán majd ez segít egy kicsit, hogy a ruhádra vigyázzunk. Ez egy ilyen desszert ünnepes kötény Rákóczi János emlékére. Itt minden Rákóczihoz szól. Igen, ő itt a közelünkben született egy kis pusztán, és hát ő 2017-ben volt 120 évvel született, a Rákóczi túróslepénynek a megalkotója. Akinek semmi köze történelmi Rákóczi családhoz, csak négy rokonság. Így van, és akkor mivel ez a legmagyarabb magyar desszert, azt mondják, ki csak magyar alapanyagokat tartalmaz, a rögös túró, ugye, a tejföld, a vaj, a tojás, a liszt, és akkor ennek a különlegessége, hogy a turóban lévő nedvességet a zsemle kocka szívja fel, amit zsemlét kell felkockázni gyakorlatilag. Most közben mi sütünk gyorsan egy lepényt, meg is kóstoljuk, ez az eredeti recept. Igen. Egyébként. Felkutattuk az eredeti turós lepénynek a receptjét, itt nálunk ez szerint készülnek. És akkor hámozunk egy kis zsemlét, közben kisütjük ezt a lepényt, és mivel mi csokoládékkal is foglalkozunk, így készítünk egy kis csokoládét, egy ilyen szekszárdi borból főzött zselével meg fogjuk ízesíteni, megdíszíteni, és a környékünkre jellemző gyümölcsök vagy magokból, mandula, nálunk van füge is, ugye megterem szerencsére, ezzel megízesítjük, és akkor szépen becsomagoljuk, közelednek ilyen ünnepek, hölgyeknek lehet ajándékozni. Úgyhogy ez lesz a munka, úgyhogy először akkor egy kicsit zsemlét hámozunk és kockázunk. Hogy jött az, hogy cukrász legyen? Tehát ez már ilyen gyerekkori? Hát igazán én már elég régen voltam gyerek, és akkor nem voltak olyan túl jó sütemények, legalábbis vidéken, lehet, hogy ugye Zserbóval már akkor is jó sütemény volt, sőt biztos, és hát én is mindig szerettem volna olyan süteményeket enni, amik nem voltak, és hát gyakorlatilag vagy szakács szerettem volna lenni, vagy cukrász, és hát végül is aztán először cukrász lettem, utána pedig szakács, úgyhogy ilyen nagy az álmaimat megvalósítottam, hogy úgy mondjam, nem voltak olyan nagy elvárások magammal szemben, de azokat sikerült megvalósítani. Hát azért mondjuk viszonylag nagy elvárás lehetett, mert mondjuk cukrász és cipex közt is van különbség. Tehát azért, hogyha egy vidéki kisvárosba bemegyünk egy cukrászdába, nem biztos, hogy ilyen termékekkel találkozunk. Igen, tényleg nem olyat akartam készíteni, mint amilyenek voltak, hanem egy kicsit más volt. És ugye meg is, amit tudtam, meg is próbáltam mindent tanulni, de hát azért lemester diplomáztam, külföldön is, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, hát ahova lehetett elmentem, és próbáltam ugye a morzsákat összeszedni. És hát végül is ez lett belőle, most már 36 éve vagyunk vállalkozók. A zsemlekockák a túró töltelékbe kerülnek, így kerül másodszor is vissza a sütőbe a tészta, majd mikor elkészül, jöhet rá a hab, addig lehet kicsit kézműveskedni. Gyerekeknek igazi paradicsomi állapot, de azt hiszem felnőtteknek is. Ez az egésznek a lényege, hogy kiterítjük az asztalon, és amikor középtájra bedobáljuk, visszadobjuk, és az ugye újra lefolyik, és hát ez az egész lényege, hogy így hűtjük a csokit. Tehát ez egy 45 fokos csokoládét, most visszahűtünk 27 fokra, vagyis hát megpróbáljuk. És utána újra visszamelegítjük 31-re, az lesz a munka hőmérséklet. Ez normál egy csokoládé, amit itt látunk ki. Igen, ez egy 60%-os belga csokoládé. Igen, alap, amiből dolgozunk. Tehát vannak olyan gyárak, amik kimondottan a felhasználóknak dolgoznak. Amíg a segéd hűti a csokit, a mester elmondja, hogy csak természetes alapanyagokkal dolgoznak. Ebben nem zsíradék van, hanem kakaóvaj, az ízét pedig nem vanilin, hanem igazi vanília adja. Jó lesz. Úgy. Figyeltem a harctéri technikát. Majd a csoki visszakerül az edénybe. Ha csinálunk táblás csokoládét,
Először kiöntjük a formát ebbe a sablomba, szépen lehúzzuk a tetejét, és különböző anyagokkal, itt ez a szexárdi borzselé, füge, mandula, mazsola, van mandulában. Cippecsegye. Na, kóstoljátok meg a borzselét, az egy ilyen. Nagyon jó. Ennek már semmi alkoholtartalma nincs. Nincs, az már ilyenkor a főzés közben az elillan, és aztán így ez nagyon jó. Akkor így készül a tábla, csak így. Gyakorlatilag így is mondhatjuk azt, hogy így is. Van, amikor bele van keverve az ízesítő anyag, ugye attól függ, hogy mit használunk, meg mennyit készítünk belőle. De ez most folyamatosan hűl már, nem? Ez már hűl, ezzel nincs gond. Egy kicsit így meg kell mozgatni, mert ilyenkor lehet látni, hogy ilyen kis levegő buborékok jönnek fel belőle, hogy ne legyen ilyen. Tényleg. Lehúzzuk a tetejét. És akkor mehet rá az ízesítés. Mandula, füge, borzselé, a legkülönfélébb ízek keverednek a csokoládéval. Így, és akkor ezt egy kicsit betesszük a hűtőbe, aztán közben elkészült a lepényünk, rátesszük a fehérjehabot. Kézügyesség is kell a Rákóczi túróshoz, Gábor Sándornak ez is megvan. Voltam az iskolában pár éve, még most is van kint a falon olyan kép, amit annak idején én készítettem. Felkerülnek az utolsó rácsok is a túró töltelékre, majd harmadszor is visszamegy a sütőbe, közben pedig elkészültek a csokik a hűtőben. Már csak csomagolni kell, és mehetne is az eladó térbe, ha oda kerülne. A legtöbb finomság Gábor Sándor műhelyéből nem a pultba, hanem diplomáciai ajándékcsomagokba vagy követségekre kerül, mint a Magyar Rapszódia kézműves bombon különlegesség, amit Liszt Ferenc emlékére alkotott meg, több díjat is elnyerve vele. De ezen kívül is számos újítást mutatott a mester. Készül itt sós csoki, paprikás csoki. A lényeg, hogy az ízesítésnél, ahol lehet magyar, sőt, Tolna megyei alapanyagokat használnak, ahogy az egyik tesztfázisban levő édességnél is. A megyére jellemző, hogy van itt hőgyészen egy homoktövis ültetvény, és hát a homoktövis az szinte mondhatjuk azt, hogy a reneszánszát éli. Egy olyan szeletet készítettünk, aminek homoktövis az alapja. Ez egy cukormentes, gluténmentes termék, egy teljesen természetesen. Szabad bontani? Igen, ez egy minta, meg lehet bontani és meg lehet kóstolni. Mondhatjuk azt, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmaz, ugye a benne lévő gyümölcsök. Mester, itt a környező egyik településnek is hadd csinálják reklámot, hiszen Atalában is tudomásom szerint egy jelentős homoktövis ültetvény van rögtön az út mellett. Igen, igen. Karocsa Jenő barátunknak a gondozásában. Igen. Igen, és akkor ez mi ez a fehér? Ez a védőréteg? Vagy ez az gyakorlatilag egy védőréteg, hogy ne tapadjon a kezünk, az csokoládét nem akartunk rávinni, mert az már az nem terem itt a megyével, ugye? És hát ez gyakorlatilag egy burgonya lisztből készült ostya. Nem papír. Nem papír, mint a gyertő. És talán majd érezni azt a kis savanykás liszt is, amit a homoktöv is produkál, vagy pedig talán egész édesnek lehet érezni. Igen, ez a benne lévő gyümölcsök. Alma van benne, almaliszt egyébként. Tehát aszalt szőlő van benne, és hát ugye a homoktöv is. Nap után a megyét járva különböző településeken mindig találunk valami olyan értéket, amit azt gondoljuk, hogy nem hogy a településen, hanem a megyén túl is érték. És hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan megyét vezethetünk, egy olyan megyéért dolgozhatunk, ahol ilyen termékeket képesek elénk tenni, és képesek a vásárló közönség elé bocsátani. Tehát el vagyok ravattatva egyébként. Egyrészt az ízektől, én nagyon szeretem a pocakomat, másodszorban pedig tényleg attól, hogy egy egyszerű süteményt ilyen gyönyörű dobozba, ilyen gyönyörű kiszerelésbe lehet adni a vendégeknek, az érdeklődőknek. Ez fontos nagyon egy megye életében, és minél több ilyen van, annál több ember emlékszik valami miatt jó érzéssel Tolna megyére, azokra a településekre, mint például Dombóvárra,
Gábor, a Gábor barátom itten intézi a történeteket és csinálja ezeket a finom édességeket. Köszönjük neked, és azt gondoljuk, hogy mindenképpen ennek a kapcsolatnak a tovább fenntartását és fejlesztését fogunk tervezni, és ezt már itt konzultálgattuk és beszélgettük, hogy hogy lehetne, fantasztikus finom volt. Köszönöm. Ez nekem is öröm egyébként, ennél nagyobb öröm nincs is. Mielőtt elbúcsúznánk, nem felejtettük a sütőben a Rákóczi túrost, csak hát elbeszélgettük az időt, így az már kint várt ránk.